80 sportoló 11 településről, illetve egyesületből érkezett a mai napra. Két kategóriában, amatőr és profi, 6 korcsoportban és összesen 8 versenyszámban mérhették összetudásukat. A helyi versenyzők izgatottan készültek a mai eseményre, mert mint házigazdáknak is helyt kellett állniuk. A rendezvény Pintér Szilárd polgármester köszöntötte és nyitotta meg. Ma 7. alkalommal gyűltünk itt össze, a 7. amatőr és profi kötélugró karácsonyi kupát rendezzük meg. 7 évvel ezelőtt kezdtük, amikor összesen még csak 6-an voltunk. Több mint 90 nevezőnk van, és ha jól számoltam, akkor 9 településről, köztük Szlovákiából is érkeztek. Több mint 25 éve ugrálok, ezért szívügyem ez az egész. A sportcsarnok megtelt a versenyzőkkel, és szülők, barátok kísérték, majd szurkolták végig a tartalmas napot. Kisebb-nagyobb kihagyásokkal ugye 25 éve ugrálok, és 2019-ben sikerült egyesületet is alapítanunk, és azóta ugye egyre csak nő a taglétszámunk. 8 versenyszám van, mindegyik erőnléti. Az alapokkal kezdjük, pont azért, hogy ne csak a profik, hanem ugye az amatőrök, akik kezdik, vagy akik csak érdeklődnek a sport iránt, ők is ki tudják ezt próbálni. És minden egyes versenyszámban, ugye 8 versenyszámban, szinte olyan, amit mindenki meg tud csinálni, egy-két nehezebb van, hogy azért kedvezzünk a profibbaknak, hogy még jobban ki tudjanak teljesülni. Nagy volt a küzdelem és a szurkolók hangos biztatása. Nagyon sok új ismeretség jött létre, és a jövőben is mélyíteni akarják ezeket a kapcsolatokat. Pozsonyból is érkeztek, egy szülő nyilatkozott a meghívásról. Szlovákiából jöttünk, 20-an körülbelül itt vagyunk. Örülünk, hogy ideérhettünk, és kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz ez a nap. Nem, ez az első versenyünk itten. Csehországban voltunk, Németországban, és most itt vagyunk. A rendezvény szervező kötélugrók 22 tagja is részt vett a versenyen, és helyt állt a népes mezőnyben. Dobogós eredményeket is elértek. Mindenki kapott érmet és csomagot, senki nem ment haza üres kézzel. A nap jó hangulatban zajlott. Dombovári Jumpers kötélugró klubban ugrálok 4 éve. Most voltam nyáron a Colorado Springs-i világbajnokságon, ahol a legjobb eredményünk az DD3 gyakorlatban a nyílt világbajnokságon 4. hely lett. Nagyon szeretem ezt a sportot, mert átmozgat, a társaság is nagyon jó, és az edzőnk is nagyon sok figyelmet fordít ránk.